Hello, sziasztok, csöves vlog, 24. rész. Hát a fényviszonyok azok érdekesek. Pont naplemente van, egyre vörösebbek a napok. Az erősítő is egyre vörösebb. Hát, megmutatom, hol tartok igazából. Egyrészt kéne fényt csinálni. Talán így látszik, szóval a hátlap odáig van kész, hogy fönt vannak a hangszóró kimenetek. A biztosíték, a 220-as betáp, ugye a toroid az fönt volt, hó, van bekapcsoló gombunk. Mi következik ebből? Itt látsz egy zöldsárgán, mindjárt megfordítom. Szóval belülről idáig vagyunk kész, kéne egy kis fény. Aha, szóval majd oda jönnek a hangszóró vezetékek a kimenőről. Az RCA helye az ugyanúgy még üres, a poti még nincs fönn, de a 220 az innét bejön. Hol van? Itt, jó mutatom. Bent van a zavarszűrő. És kétszer szigetelt vezetéken van még egyszer megszigetelve, szóval háromszor szigetelt vezetéken eljön a 220 egyszer ide a kapcsolóhoz. Ugye sehol nem érinthető a 220, csak ha nagyon akarod. A szépen el van ott, le van fogatva. És a biztosítékon át a trafó megkapja a betápot. Magyarul kapcsolható, bedugod a 220-ba, kapcsolható a betápja. És még egy dolog ezen kívül, ugye ezek megragadtak, amik a fedlapokat fogják, és a furatok elkészültek, a cseles furatok, amik a lábat fogják itt fogadni. Ez úgy működik, hogy ez egy ilyen 10-es lyuk körülbelül, amit elég érdekes volt kimunkálni, mert fúrni nem szabad így a fába, mert így van a szál iránya, szétdőlt volna, hanem ez úgy lett kicsiszolva, az a 10x10-es népcső, vagy 10x12-es, és azon belül pedig egy 5-ös menet van, amiben 5-ös menetes szárak lesznek így betekerve. A lényeg az, hogy ezek be is lesznek ragasztva, amúgy egy csepp ragasztóval, vagy menetrögzítővel nem akarja, hogy megálljon, de szerintem ez bele fog úgy szörülni, mint Katiba a gyerek, úgyhogy nem is kell beragasztani. Szóval így lesznek benne menetes szárak, hogy körülbelül egy másfél centit lógnak ki, és egy olyan speciális láb lesz rá csinálva, ami 5-ös menetet tartama, szóval rá lehet tekerni, és itt ebben a lyukba bele fog süllyedni, szóval nem látod a felső peremét se, a menetes szárat nem látod, egy pár millimétert, 5-10-et bele lehet tekerni, és mondjuk egy 20 milliméter magas lesz ez a 10 milliméter átmérőjű lépcső, és utána jön rajta a láb, szóval ezt még az esztergályos készíti. Ez is rajt lesz, akkor már lesz lába is az erősítőnek, ugye az alsó lap az megvan, míg a helye nincs kifurkodva a fogadója, és a védőföldre is majd ide kell tenni egy sarut, ugye majd az alsó fedlapot levédőföldeljük, mert az fém, nem árt majd ezt a felső fedlapot, ami ide jön be, azt is levédőföldelni, de a védőföldet rá kell kötni még a csillagponttestre is, ami még sehol sincs. Itt időközben, hogy látom, itt egy ellenállás megszakadt, szóval itt nem kell csodálkozni, nem lenne így füttés. Itt letörött egy láb, vagy valami történt velem, tök mindegy, azt majd megjavítjuk, és akkor jöhet bele ide a következő szint, amin a grécek lesznek. Ugye a segédrács, a negatív segédrács, fesz, segédrács, miért mondok mindig segédrácsot? Rács, elő, fesz, triódás, erősítő, hát nincsen segédrácsa, nincsen, csak rácsa van. Épp ez a lényeg, miért világít a pofámba vakú? Hát most vakultam meg, de most komolyan mondom. Szóval a rácselőfesz, a negatív rácselőfesz, az előfoknak a nagyobbik feszültség, hogy 400 voltos DC lesz, és a nagyanót fesz, ami meg ugye a nagyanót fesz, az kisebb fesz, az egy olyan 250 voltos nagyságrend lesz a 60-80-as triódáknak, vagy az orosz megfelelője hatán 13S. És a jóbe vált kapcsolás, ugye arról már egyszer talán beszéltem, az fog belekerülni. Meg még a kimenő trafókat kell ide fölrakni, közel a trafó fedelek azok megszáradtak, az a kis fedél is megszáradt, ami majd ide bele kell, hogy ragasszuk, ugye, hogy innét ne tudjál belenyúlni, hogy áramütést kapjál, meg semmilyen ilyen, na most meg kéne az a led. Ugye, mert ezek mondjuk itt a fűtések, csak azért nem kéne rövidre zárni, és le kell takarni a trafókat, jöhet rá a fedlap, amúgy tényleg a fedlap, azt ugye leoxáltuk, és az oxálás után még egyszer leoxáltuk, mert foltos lett, és ezután most le lett lakkozva, és ki van furogatva, szóval ez is majd jöhet föl
a tetejére. Megmutassam, hogy néz ki vele? Na, az így lesz, fordítva, így lesz itt. Ez lesz a teteje. Értem, ugye értem? Na, sikerült összetörnöm, összekarcolnom, mert csúszik mind az atom. Őt meg ugye beleragasztottuk a menetet, csak fel kell majd tekerni. Ide meg a két kimenő jön, szóval valami ilyesmi kis pofás dolog lesz ez. Csak most ezt igazából nem akarom még rátekerni, vagy már rátekerhetem. Mégis teljesen mindegy, mert... Ja nem, mert még a sok megfordítás miatt, hogy ez ne sérüljön, bár így is dobálom, úgyhogy tök mindegy. Még nem tekerjük rá. Szóval így fog kinézni az erősítő, majd ide most sok munkával bele kell rakni rengeteg csavarral a csőfoglalatokat. És azon gondolkodom, hogy honnét fogunk egy testelést elcsípni. Most még, azért még egyszer át kéne fúrni, vagy hogy cselesen valamelyik csavar lesz a védőföld. Mert ez védőföldre kell kötni. Szóval vannak még dolgok, amit meg kell csinálni, de legalább most már erősítő formája lesz lassan, kialakul, hogy hogyan lesz. Egyébként ez a cseles elrendezés ez több oknál fogva van. Egyrészt, ha a 60-80-nal egy sorba rakod a meghajtó csöveket, ugye az volt az első erősítőnél is, ott bizonyos csövek esetén, bizonyos ellenállások esetén gerjedési hajlam volt. És akkor megpróbáltam, ha egy kicsit arrébb van fordítva valami, akkor nem. Szóval direkt el lett tovább, ez az egyik. A másik, hogy így ilyen pici helyre, még hogyha kéne, ha esetleg 65-50 ppv kéne alakítani, vagy 6v6 ppv, ahova még két oktált be kell fúrni, akkor ide és ide még be lehet fúrni ugyanilyen oktálokat. Vagy esetleg, hogyha 60-80-ból két-két trióda lesz párhuzamosítva, szóval PPP-vel lesz kötve, akkor is kiadja, de amúgy semmi szükség rá, mert ennek is elég nagy teljesítménye van, és a minél egyszerűbb, annál jobb. Meg a triódás az nagyon jó szó, szóval az lesz megépítve valószínűleg. Szóval így itt tartunk most jelenleg, alakul. Alakul, ti meg iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Csumi!